tábori szentmisén adóztak azoknak a lengyeleknek és magyaroknak az emléke előtt, akik a II. Világháború idején emberségből és hazaszeretetből adtak példát. Magyarország éppen 80 évvel ezelőtt nyitotta meg határait a lengyelek előtt. Az emlékezés számunkra az identitásunk megtartó erejét jelenti, hiszen olyan elődök cselekedetei mutatnak irányt, mint hajdani polgármesterünk, Krátki István, aki mintegy gondviselője volt e tábor létrehozásának. A hajdani kanizsai kávégyár helyén létesített táborban is elszállásoltak olyan a hitleri sztálini hódításokban hazáját vesztett lengyeleket, akik innen nyugatra evakuáltak, hogy ott harcoljanak tovább Európa nemzeteinek szabadságáért. Erre parancsot is kaptak, mutatott rá az emlékhely ötletgazdája Balogh László. Ahogy egy résztvevő látta, a katonák arcán újra megjelenik az elszánt önbizalom, a háborúnak még nincs vége, Magyarország csak átmeneti állomás, ahonnan eljuthat az ember valahová, oda, ahol ismét harcba szállhat. Tehát a hova, a mi végre vagyunk a világon kérdése adott válasz, a mi emlékhelyünk tartalma. Az erkölcsi kiállás nagyszerű példája volt a Monte Cassinói győzelem, amely azért lehetett eredményes, mert a lengyelek hitték, hogy Európa szabadságáért küzdve a független Lengyelországért vezető úton járnak, hangzott el. Mi jól értjük Macek tábornok és a többi Magyarországon át tovább harcolni induló lengyel példáját, mert a mi történelmünk is bővelkedik a lélek küzdelméről, a hazáért való kiállás nagyságáról. Ezért a lengyel testvéreink példázatából és a mi hőseink tettei okán nem felejtjük, hogy magyarok vagyunk, és emiatt nekünk is van kötelességünk, és emiatt nem felejtjük, sőt tudjuk, hogy kikre számíthatunk, kikben bízhatunk a jelenben és a jövőben is. A magyar és a lengyel nép sorsa mai sok szálon kapcsolódik össze. A két nemzet szövetsége a 21. században igazi mencsvár, fogalmazott a Honvédelmi Minisztérium miniszterhelyettese. A lengyelek és a magyarok útja egy irányba mutat, hiszen közös célunk, hogy megőrizzük keresztény kultúránkat, nemzeti értékeinket, hogy megvédjük határainkat. Mindkét nemzet mélyen hiszi, hogy az Európai Unió csak a független és erős nemzetek szövetségén alapulhat. A megemlékezésen Lengyelország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, Jerzy Snopek mondott köszönetet a lengyel nép iránti barátságért, mind a múltat, mind a jelent illetően. Mindig emlékezni fogunk a magyarok segítségére, nemes hozzáállására a Lengyelország iránt. Mert ez valóban nem volt könnyű gesztus. A beszédeket követően megkoszorúzták az emlékművet, amelyet Stammler Lajos készített. A képzőművész a lengyel katonák harcainak ikonikus helyszíneit örökítette meg a fémlemezeken archív fotók segítségével. Az információs tábla mesterségesen kialakított rozsdás korten a célja a háború valóságára emlékeztet, a téglaoszlop szűzanya domborműve pedig a testvérnemzetek közös Mária tiszteletére.